Jó reggelt kívánok mindenkinek! Olaszország, Firenze, helye, Toszkána, és 2023. 5. hó 12-e van. Itt tanítunk egy igazi hamisitakra a Toszkán házban. Egy félbehagyott építkezés. Ha valaki az előző részben nem figyelt volna, a sátrat ide raktuk be, tökéletes választás volt, nem volt húzatos. Itt nincs benne ablak, itt azért járt be a szél rendesen. Itt van kint az út amúgy, kicsit a lép. Itt oldalt Xinjiang kellett bejönni, és itt látszódik, hogy sittel volt átorlaszolva az egész, amit Palkó egy kicsit odébb pakolt, és akkor így be tudtunk jönni. Úgyhogy most nincs más sátra, mint irányba veszik a tengert, a Toszkán tengert. Úgyhogy mindenki tartson velünk. Kívülről is megmutatom, hogy hol aludtunk. Itt van az a kis templomszerűség, vagy micsoda, és ennek a jobb oldala. Ennek az alja volt egy kicsit bejárható, úgyhogy itt aludtunk. Itt oldalt volt a bejárat, itt be. És az épület jobb alsó sarkában aludtunk. Palkomány nyújt. Igen, csak hegy vár ránk még mindig. Nem, igen, kemény százalékokkal vár ránk, szerencsére már talán nincs olyan sok hátra fölfele. De úgy látjuk, hogy az időjárásra ma se lehet panasz. A hely, ahol aludtunk, a település határában aludtunk, és most egy újabb hegymászás vár ránk. Közben indítottam a GPS-t. És akkor folytatjuk tovább utunkat. Most egy kicsit szeles, hűvös idő van. Reméljük ez később változni fog. Mondjuk elég későn indultunk el, azért 8:30 már lassan.
Ha jobban van, majdnem 9 óra, 8 óra 49, hát kicsit későn keltünk, és meg kell, hogy mondjam, mind a ketten nem aludtunk valami fényesen éjszaka. Sokat fenn voltunk, nem tudom miért, lehet, hogy a hely varázsa lehetett. Na mindegy, reggel meg tudtunk volna aludni, de hát ránéztem az órára, 7:30, akkor most már keljünk fel. Úgyhogy, akkor most megy a túra újból itt Toszkánában, ezen a csodás helyszínen. Bár ez már a Toszkán vidék déli határa. Na, jobbra egy kis kitekintés, amíg szépen emelkedünk fölfele. Gyönyörű szép a táj. A reggeli fényekben távoli hegyek azért annyira nem látszódnak, hiszen párás a levegő. Összességében szép a lelátás, a kilátás. Mi pedig itt csévélünk tovább fölfele. Isten tudja, hogy hova. Hát, 3:34. Nem egy egetrengető magasság, de így most korán reggel azért combozni fölfele. Most kifejezetten nem esik jól, de hát mosolyogni kell. Igen. Szóval mosolyogni kell, és örülni, hogy szép, gyönyörű, szép napsütéses toszkán időnk van. Na, úgy néz ki, feljöttünk a platóra. Nagyjából 5:23 a magasságunk, legalábbis az én órám annyit mutat. Körbenézzünk, olyan vegyes vágott az időjárás. Előttünk például eléggé borús, és ugye szeles is az idő. De összességében nincsen hideg, bár a szél az egy kicsit bezavarja a hőérzetet. És szépen lassan megkezdjük a gurulásunkat. Egy kis kitekintés itt jobbra, mert itt van kilátás. Ez azért jól néz ki. Hát ez az út nagyon nem enged amúgy kilátást fával. Körülvett mindenhol, jobbra-balra. Igazából szállás lehetőség se lett volna. Úgyhogy kapóra jött nekünk az a kis félbehagyott felújítás, ahol aludtunk. Mert tényleg mindenütt bokrok, fák, vagy kerítéssel elzárt területek vannak. Jó reggelt kívánok! Hát igen, csak a magyar macskák értik azt, hogy cit-cit-cit. Ki kell amúgy próbálni. Minden nyelvjárásban, hogy minden országon kicsit másképp szólatgatják a macskákat. Például nálunk már ennyire okosodtak a macskák, hogy a magyar macskának azt mondod, hogy cicit, akkor elkapja a fejét. De mondhatod ezt egy külföldi macskának, úgymond, ez így nem fog rá figyelni. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog. Amúgy volt egy szakasz a tegnapi utunknak, ahol elég sok macskával találkoztunk. Jöttek, mentek fel alá. Egy jó pár kilométeren keresztül. Amúgy most ilyen bozótos helyen vezet az utunk. Egy kicsit fölénk is kúszott egy ilyen nagyobb acska felhő. Reméljük, hogy hamar tovább kúszik, vagy mi gurulunk ki alóla. Már csak azért is, mert megy a töltés. És ezért vissza kéne durrantani a Powerbankot. Van még, kitart egy darabig, de vissza tudom durrantani, az már akkor egy elég jó kis sikertörténet. Klasszikus szágúdás vette kezdetét, gurulunk lefele elég intenzíven. Így domboldalban nagyjából 4:40 a magasságunk, és egy elég szép erdős szakaszon gurulunk. Vannak benne látványos részek is, bontott hegyoldal,
vagy hát domboldal. De most ez speciál nem tűnik itt elő, viszont elég jól meg lehet ereszteni, ez egy 30-35-ös tempót még a kanyarokban is lehet tartani. Jön egy autó. Úgyhogy most szépen gurulunk lefele a napsütésbe, ha minden igaz. Sziasztok! Magliano in Toscana, a helység neve, ahol vagyunk. És mint látjátok, ömlik az eső. Kívülről is meg tudtam volna mutatni, mert gyönyörű szép a város, de éppen szakadó esőben jöttünk. Várfalakkal körülvett, gyönyörű szép óváros, a belvárosa van, amúgy nem egy nagy település. Jelenleg itt egy ilyen sörse alatt csövezünk. Ott voltunk benne egy pékségben, hát beültünk, de nem akartunk órákat ott ülni. Úgyhogy ettünk pizzaszeletet, és vettünk ilyen passa péksüteményt, úgyhogy most még azt majszoljuk. És hideg van. Mennyit mondtál? 12,5 fok. 12,5 fok. Hát az nem meleg. Az nem meleg. Úgyhogy jelenleg most esőszünet van. Reméljük alakul majd valahogy egy kis visszatérés. A templom. Ide jöttünk be egy jó negyed órára. Nem tudom, be lehetett-e hallani, megdörrent az ég. Egy kicsit melegebb van, mint odakinn, úgyhogy egy kicsit megmelegedtünk. És tervileg elállt. Bízunk benne, hogy lesz változás. Amúgy szép templom. Itt Magliano in Toscanában. A régi freskók még felelhetők a falon. Illetve már az újabb dizájn is. Hát köszönjük, hogy itt lehettünk benne, és egy kicsit átmelegedhettünk. És akkor itt a főtér is, illetve a templom. Ott van jobbra a harangtorony is. És ott van a pizzázó. Hát ilyen pékség, meg bár, meg mit tudom én. Hangulatos kisváros. Terve voltam úgy, hogy bejövünk, benézünk, de nem ilyen esős időben. Tehát így is bejöttünk, mert muszáj volt fedezéket találni. Mintha újra rákezdene. Úgy hallom. Na, csak lesz valahogy, remélem minőről szabadunk. A tengerpart 25 km, és elvileg ott süt a nap. Csak valahogy ide húzódik az eső, ahol mi vagyunk. A várfal. A településről azt kell tudni, hogy már Firenze korában épült, nagyjából a 14.-15. században, a reneszánsz korában funkciója nem volt a várfalnak, hiszen soha senki nem ostromolta meg ezt a települést. Előttünk feltűnt a Monte Argentario, és egyben a félsziget neve is Argentario. Oda tartunk most, az már a tengernél van, már kint jövünk a laposon. A tengert egy pillanatra megpillantottuk, ahogy jöttünk le Maglianóból. De nem volt annyira jó a rálátás, a kamera még nem látott volna el olyan szépen. Illetve még kicsit lógott az eső lába. Most úgy néz ki, hogy az északi irány, ami majd nekünk lesz, az jó. Viszont van egy tervezet is, ahol itten körbe mennénk ezen a kis félszigeten. Úgyhogy most egyelőre a cél a tenger és Orbetello, és akkor nézzünk egy kis előrejelzést, hogy mire számíthatunk. Természetesen nem szeretnék kihagyni semmit, csak is a végszükség esetén hagyjuk ki a dolgokat. Ezt a trekket, hiszen Orbetello felé haladunk, de még itt is képes volt ilyen teljesen elhagyatott útra behozni, pedig elég sokáig jöttünk, úgymond
forgalmasabb SP, nem is tudom, hanyas úton. De aztán Orbit álló előtt mégis lehozott minket egy ilyen elhagyatott kis útra, ami természetesen tök jó. Igazi bringa barát. Kicsit feltámadt a szél a tenger felől. És hamarosan azt is meg fogjuk látni helyes közelségében. Hát nem mondom, hogy fürdeni fogunk, már az esélytelen. De azért messziről megcsodáljuk. Egyelőre nem a város, a város az itt van benne kicsit, majd oda is benézünk, hanem a lagúna. Két szélén, két földnyelv köti össze a félszigettel, attól lett félsziget, illetve van középen még egy nyelv, ez az Orbetelló, aminek a végén elhelyezkedik maga Orbetelló, mint város. És az is össze van kötve ám a szárazfölddel. És így, bár az már mesterséges, de így egy ilyen hármas nyúlvány köti össze, és egy gyönyörű szép lagunát képez itt ez a környék. Itt lenne a lagúna parton viszont meg van kerékpárút, úgyhogy mi most ezt használjuk ki. Hangulatos tengerparti út, bár itt a sövény azért nagy kilátást nem enged a lagunára, de azért vannak pálmafák is, úgyhogy megadják a tengerparti hangulatot, a nap is próbálkozik most már, reméljük most már a nap folyamán kitart. Az első dolog majd most egy bolt felkeresése, kicsit feltöltjük a készleteket, legalábbis nekem szükséges. Folyadék az mindenképp, meg valami nasi, valami olasz nasi. Meg volt a shopping, úgyhogy most jöhet egy kis kényelmes kajálás, ami eddig nem igazán volt a túra során. Közben mutatom a kilátást, itt a laguna, ez az északi rész, ott távol van a északi földnyelv, ami körbezár egészen ugye a szárazföldig. Ezt szokták úgy is nevezni, hogy tomboli ezeket a földnyelveket, amik így összekötik a túloldalt. Egész jó a élővilág, madárkák szinte mindenütt, bent a szárazföldön, oha, nagy sötétség. De elvileg most már nekünk itt a tenger jótékony hatása miatt meg lesz a napsütés, legalábbis már az biztos. És akkor megmutatom, hogy mi lesz a menü. Akkor mi lesz a menü? Egy kis hazai kolbász, itteni sajt, meg itteni kenyér, kis kopogós kenyér. Ja, az a verekedés, abban a gondolom. Na. Nekem akkor, én vettem ilyen olivásbal töltött valami kenyérféle, meg sajt kezdésnek. Aztán ha éhes leszek, akkor még úgy is eszek. Hát sajnos a pad az arra fele néz, de tudunk oldalra tekinteni. Így, és akkor már is látjuk a tengert, vagy legalábbis a lagúnát. Na, még azt elmondom, hogy mit vettem. Vettem ilyet, ebből vettem két csomaggal, vettem a sajtot, vettem egy ilyen mini chinót, illetve vettem kettő szambenedottós kinottót, mert az már úgy hiányzott végre, és még nem láttam sehol se, nem itt a túl sok boltba lettünk volna eddig, úgyhogy azt most megvettem. Mennyi volt a vásárlás, és a helyi kóba vásároltunk. Na, jó étvágyat magunknak. Orbetelló belvárosa, hát csak innen a távolból a templom torony, és egy kicsit én ide kijövök. Hogy olyan tengerparti feeling is meglegyen, igaz ez a lagúna,
De hát a belvárosi részt most csak azért nem mutatom, mert elég forgalom van benn. Viszont cserébe ide ki meg lehet jönni a tengerpart mellett. Kutyuskára majd vigyázunk. Valami van a szájában, csak nem látom, hogy mi. Hú, az előttünk lévő hegy. Ha jól tudom, 600 valahány méter magas. A legmagasabb pontja. És innen jobb oldalról lehet betámadni, de zsák utca. És a hatalmas nagy kilátást nem enged a tető. Ott vannak ilyen antennák. És azok pedig körben ilyen fa sorral vannak, úgyhogy rettentő nagy kilátást nem enged. Viszont itt a tengerparton annál jobb. És már feltűnt a spanyol malom, azt mindjárt megtekintjük. Itt már látszódik a mesterséges földnyelv, amit építettek. Van rajta kerékpársáv is, úgyhogy elég védetten lehet átmenni. Itt pedig a spanyol malom. És hogy mitől a spanyol, az is nagyon egyszerű. Anno volt a 100 éves háború, ugye angolok, franciák ütötték, gyepálták egymást. Most akkor hopp, csak hirtelen vége lett, hogy 100 év után. A franciáknak nem volt elég. Összebeszéltek a spanyolokkal, és kitalálták, hogy támadják meg Olaszországot, vagy hát itt a itáliai részt. És akkor ugye a franciákat a saját részükön megindultak a szárazföldön, a spanyolok pedig harmadával együtt megjöttek, és elég sokáig itt voltak ezen a területen. Torbetello spanyol fennhatóság alá tartozott elég sokáig. És rettentő jól el van szeparálva az egész autóút, kerékpáros, ahol most mi megyünk, illetve gyalog. És ott van még a malom. És ott van a másik földnyelv, itt balkész felől. Jó bícsek vannak amúgy, nem ezen az oldalon, hanem a nyílt tenger felüli oldalán. De hát ez a májusi korai idő plusz ez a hideg front, meg pláne nem teszi lehetővé azt, hogy mit pancsizzunk. És akkor a kedves néző fölteheti is a kérdést, hogy minek jöttünk mi ide májusba, főleg itt szakad ránk az eső, fúj a szél, nincs 40 fok, nem lehet fürödni a tengerben. Hát egyszerű magyarázatot tudok ráadni. A harmadik lányom nyár elején fog érkezni. Utána már nem lesz lehetőségem kerékpártúrázni. Viszont nagyon-nagyon sokan vagytok, akik követtek engem, és remélem már új követők is vannak, akik szeretnének még egy új Bandi bácsi kalandot látni. És vannak köztük olyanok is, akik egy kicsit tovább gondolták azt, hogy nézni is lehet ezt a filmet. Kicsit úgy gondolták, hogy különböző lehetőségekkel megpróbálják támogatni a túra létrejöttét. És őket sem szeretném cserben hagyni, úgyhogy létrejön ez a túra. Létrejött ez a túra. És megpróbáljuk kihozni belőle a maximumot. Remélem eddig sikerült, és remélem a későbbiekben is sikerülni fog. És bízok benne, végig követitek, nem csak az első részt, nem csak a másodikat, nem csak ezt, hanem a többi részt is, ami majd
készülni fog. Nekünk itt a napokban, nektek majd mindig több hetes ciklussal fog érkezni majd az újabb rész innen Olaszországból, Toszkánából. Odafenn lehet látni a magas tornyokat. Hát arról nincs információm, de most kitippeltük, hogy ezek ilyen Chile felvonók. Itt van egy kőbányaszerűség, és ahhoz tartozó felvonó szerkezet lehetett annó rajta. De mondjuk követ még most is lehet itt kapni. És most pedig a következő feladatunk nem lesz más, mint körbe tekerni ezt a... Közben találtunk valami kerékpárútszerűséget, szóval körbe tekerni ezt a félszigetet. Több helyen azért lesz szép kilátásunk a tengerre, a nyílt vízre, úgyhogy már a panorámáért megéri, főleg hogyha szép napsütés is kitart itt mellettünk. Egy kis olasz tengerparti hangulatot hozok nektek, bár igaz, ha jól tudom, Orbetellót már nem sorolják a Toszkán tengerparthoz, de azt még hozzáteszem amúgy, hogy a túra egyik célját már teljesítettük félig, ugyanis a Toszkán Trail nevezetű kerékpáros eseménynek a 2022-es útvonalának egy kis darabját teljesítettük. 2022-ben a finish az itt volt Orbetellóban, úgyhogy most a tengerparti szakasz az egy ilyen általam tervezett fakultatív program, nem csak itt, hanem végig, ahogy észak felé haladunk, és természetesen jelezni fogom, hogy mikor csatlakozunk újra bele a 2022-es, jobban mondva már a 2023-ast is egy kicsit próbáltam belevegyíteni, na mindegy, ezt majd akkor ott elmondom, hogy hogy is van ez. Fent fölöttünk, mint a szigligeti vár, csak ez Forte Filippo, itt pedig Porto Ercole, gyönyörű szép olasz tengerparti város. Spanyol erőd, ez is, meg még itt egy pár darabot fogunk látni, ez mind spanyol eredetű erőd, építmény. Itt a tenger. Ez már itt egy nyílt tenger. Sziasztok! Ott van a Porte Filippo, illetve Condominio La Rocca. Szintén egy erőd, mind a kettő spanyol erőd. Hangulatos kis öblöcske. A vizet megnézte a Palko, én is megnézem már, hogy mit tud. Hát egy gyors. Bemegyek, megmosakszok, azt kijövök. Lubickolásra még nem alkalmas sajnos. Ott van a bringa. Ez már egy szép hely, nem? Igen. Ja. És a kutya. De hát iszonyat időkkal az a gazda. Mint akinek életében nem volt még kutyája. Még egy kör panoramio. Innen kezdjük a Silver Costa, akitől lehet bérelni hajókat. Természetesen. Gyönyörű szép színes olasz házak. Fallal körülvett öböl a hadigályáknak az erőd, és akkor így vissza. Porto Ercole, itt Orbetello után a félszigeten. Kaptunk napot,
napsütést. Úgyhogy legalább a látvány miatt tudtam egy pár képet, normális képet csinálni. Így felhőben se rossz, de azért napfényben sokkal szebb volt. A kikötő különböző hajókkal, hátul a kötelező kalózhajó, bevont árbóca. A tengerparti hangulat, hát nincsen nagy tumultus, ez egyszer biztos, viszont a kalózok azok itt jártak. Jaj, nagyon szép ez a tengerpart. És legközelebb talán jövőre láthatok újra, úgyhogy ezzel most be kell szívnom magamat az elkövetkező napokban, még hogyha nem is ígér jó időt. Egy kicsit körbe tekintettük ezt a kikötői részt, és akkor megyünk tovább, folytatjuk utunkat Porto Ercole települését, kis tengerparti kikötőjét hagyjuk el, nem is kicsi amúgy, mert vannak itt ám azért pucos hajók, itt egy mini kalózhajó is. Elmentünk egy ilyen nagy hajójavító mellett is, elég messzi volt a tengerparttól, de hát gondolom, hogy felcipelték őket, elég sok hajó volt ott, és dolgoztak is benne elég rendesen. Nap sütötte, Tirrén tenger. Viszlát, de még látni fogjuk majd föntről is. Csak visszarántottam a kormányt, visszafordultam már innen a magaslatból, most nagyon jól látni az öblöt napsütésben. És átjöttünk a túloldalra, a másik erőd alá. Ahol egy kilátásunk van. Tehát a túloldalra, itt van egy tökéletes kilátópont. Épp elment a napocska is, de annyi baj legyen. Mondjuk ez a darú az éppen rossz helyen van, de alapjában véve nem rossz a kilátás. Busz megállóba is állunk amúgy. Szavaztok, sirályok! Ja. Nyílt tenger fel haladunk. Feltámadt a szél, és jól mondtam az erőd nevét, Forte Rocca. Itt föl balra. Ez most nekünk kimarad, mert most egy félsziget túrát csinálunk. Fölkapaszkodtunk olyan 60 környékére, 65, és most már nagyjából szintben vezet az út, és végre van egy kis kilátásunk is, sokkal jobban lehet látni ezt a kis szigetet, a nyílt tengert és távolban a szárazföldet. És valami gigászi torony. Szerintem az valami ipari létesítmény lehet ott a távolban. És rengeteg sirályka röpködött a sziget fölött. Háj, de szép a nyílt tenger, a nyílt víz. Nagyjából azért segít a napocska. Hát végül is minden innen kibújik. És akkor tud jobban is besegíteni. A nyílt vizet fogjuk látni nagy részt. Itt a Tirrén tengeren kilátunk szó szerint a földközi tengerre, de... Szóval a nyílt víz és a szép sziklás tengerpartok. Hát alapjában véve szép, mutatós a part, a fal, minden egyben van, ami a látványhoz kell, csupán. El nem mondom el még egyszer, hiszen végülis ez vár ránk, már tudjátok, ez van velünk. És oda lenne a kis beach, a hullám, a sziklák.
Újra egy nyitott szakasz, tágabb panorámával visszatekintve. Most még itt a félsziget bal oldalán vagyunk. Fölöttünk pedig a szép sziklatömbök, csúcsok és a német autó. Német rendszámmal. Igazi mediterrán hangulatunk lenne, lenne hozzá egy kis napsütés is, de hát most ez van. Mondjuk ott a távolban viszont meg elég nagy területen tűz, talán kikúszik ez a felhő innen felőlünk, és akkor még kapunk egy kis kora esti napfényt, hát még 16-25, annyira este még nincsen. Terepen jövünk, és nem tudom irányítani, így meg kell állni. Viszont lett kilátásunk is, oda nézzetek, végre megjött a napocska. A terepnek az eleje az egy elég durva tolós szakasz volt, látjátok, ott jöttünk amúgy, ott lenne. Aztán nem biztos. Gyönyörű szép a kilátás, mindenki talán a bringát a szélire. Ide nézzetek, micsoda kilátásunkat, és végre a napocska is ide köszönt nekünk, köszönjük szépen. Hát igen, hogy nem nagyon volt kilátásunk, mert ez itt privát property. Ilyen belátásgátló van odarakva végig, folyamatosan nem lehet látni semmit. De ez itt szép, még egy fotót is készítek. Egy szép kis vitorlás bejött elénk, mellénk. Miközben azért egy kézzel az kihívás ez a terep. Megmutatom már. Nézzétek csak. Bocsánat, a két kéz is kell már. Azért meg kell küzdeni a kilátásért, meg a napfényért is. Jaj, de szép. A magasságunk 197. És az ilyen magasat jelent a tenger felé nézve. Váló helyzetből is a mi kis vitorlásunk fekete vitorlákkal szeli a habokat. Hú, de jól néz ki, így naposan az egész. Oda lenni is talán, hát sokat nem lehet látni, mondjuk itt az egy törmelék van leszorva alánk. De a nyílt tenger az gyönyörű. És megkezdjük újból a gurulást, grafikon szerint. Nem tudom, mennyit lát a kamera, de elég. Elég meredeken fogunk legurulni. Úgyhogy majd kapaszkodni kell rendesen a fékekbe, illetve a kormányba. Hát itt már megint privát property. Szépen olaszosan. És akkor a túloldalra ide azért kikacsintunk, megállunk. Azért nem semmi mi. Jó, nagy sziget, na oda nem megyünk. Pedig gondoltam rá, terveztem, de elég drága a komput. Úgyhogy az most szégyen szemre kimaradt. Na akkor megkezdjük a gurulást lefele. Itt a félszigeten. Na, elvileg ugye a lenti tábla azt írta, hogy 4 kilométer rossz út, elvileg azt nézzük, hogy most letelt, hiszen visszatértünk aszfaltra. Bízunk benne, hogy nem mint csak ilyen privát property. Ez az a privát útnak egy kis része, hanem most már azért szépen lesz itt aszfalt, bár az eléggé töredezett, ahogy látom, úgyhogy csak óvatosan tudunk gurulni majd lefele. Nagyon jól néz ki ez a szikra. Nagyon jól néz ki ott az a szikla, meg ott az a partszakasz, nem tudom mennyi, onnan fogunk rálátni, úgyhogy majd onnan sasolok. Visszatekintés, ott van ez a pici sziget, majd legfeljebb kiguglizom, és akkor fel fogom iratozni a nevét, és akkor, így, hogy azért ne essek le, itt a Jinja kezet átnézünk, nagyon szép az a sziklás part, van ott lenne egy házikó is, ott fenn a magas hegy tetején, ott a szélen szintén egy spanyol őrtorony. Azért így már van hangulata a tekerésnek.
Tenger! Tengermorajlás. Ideig fölhaladszik, lesz, hogy a kamera ezt már nem fogja venni. Napsütés. Hát épp hogy. És hát nem mondom, hogy nulla forgalom, mert itt ott azért néha jönnek autók, de nem vészes. Aszfalt, tekerhető aszfalt. Tökéletes kényelembert. Tökéletesen kiterkerhető emelkedőkkel. És kurulható lejtőkkel. Oh. Talán lehet mégis jó választás volt bevállalni. Nekem ez egy ilyen nagy álmom volt, ahogy hát nem úgy állom, hanem nézegetem a térképet, hogy mit meg, hogy meg merre, és megtetszett. Meg láttam, hogy a Google autó is körbe ment, meg láttam azt is, hogy egy pici terep van benne, azt mondjuk már nem láttam, hogy 24%-on kell feltolni a kerékpárt, de annyi baj legyen, annyit azért tévedhet az ember, de nem volt sok szerencsére, bár azért gyilkos volt, azt hozzáteszem. Az öböl másik oldala, ezt nem olyan rég ettem, de innen most jobb a rálátás. Ott van nekünk egy szép kis erődünk, a távolban egy felújítás alatt lévő erőd, és a tenger morajló ereje. Itt már amennyit enged itt a mediterrán növényzet a lelátásban, illetve végig mediterrán épületek, lépcsős gazdálkodás, olivafák vannak mindenütt, illetve laknak is, mert egy pár helyen láttam mozgást. Érdekes helyeken tudnak lakni ezek az olaszok, és jó helyen meg kell hagyni. Nekünk meg az a kuka melletti kilátás jutott. Álló helyzetből ismételtem, jó nagy morajlása van a tengernek. Nem olyan jók a fények már, de azért remélem visszaadja valamennyire a kamera. Ott is van egy kéró, ott meg egy szikla, meg egy tábla. Jön megint egy jó nagy mászásunk. Csak most egy kicsit kilaposodott, egy picit. Csak hogy tudjak elesni, olyan gyorsan tekerek. Hú. Hát azért ez se piskóta. Mászás. Félsziget. Azért szerintem ma is lesz bőven szintünk. Kicsit meg van reformálva a hegy. Villanytorony. És sziklák mindenütt, illetve a szerpentin. Itt ott azért vannak fekvő rendőrök. Tábla amúgy jelöli. De nem jelöli. Akkor ez nem az. Pedig amúgy be vannak lejtve fasza fekvő rendőrök, úgyhogy érdemes odafigyelni. Hát mondjuk gurulás nem, mert fölfele megyünk, úgyhogy annyira az nem zavar. Kicsit keményen adja magát most ez a hegy, és az a baj, hogy most már egy kicsit sietni kell. Az a gond, hogy itt a félszigeten egy deka. Mondom, semmi. Nulla. A nullánál is kevesebb sátorhely van, vadkempingezni. És úgyhogy ki kell jutnunk innen. Hát még van belőle bőven. Most éppen egy bő, hát 300-as hegyet látszunk, de hát ez most a könnyedebb szakasza. Van ám benne bőven meredekség. 12, 13, 14, 15, ilyenek. 18-ba is bele kellett tolnom a bringát. Hát most már nem megy így este. Elfáradtam egy kicsit, meg sürget az idő, ugye? Mert azt mondja, hogy 18-22 van, hát itt 8-ig egy másfél óránk van kijutni innen a félszigetről. Bízok benne, hogy az sikerülni fog, főleg, hogy itt most a hegyet, ha sikerül kimászni, akkor egy jó kis gurulással tudunk kilométert gyűjteni. Hát kilátás most megint nincsen. Nem is nagyon akadt,
egyszer-kétszer lett volna, de ugyanazokat tudtam volna megmutatni, és most már a napocska is elbújt, úgyhogy ő most nem segít nekünk. Na, akkor utca neki. Még egy nagy etap, és talán megvan a hágó. Na, itt egy kis kitekintés. Kis tenger. Kis Tirrén tenger. És itt van a hágunk. Mögöttünk a tenger. Talán látszódik. És akkor itt minimális öltözés jön. Már megizzadtunk, mint egy ló. Porto Santo Stefano település neve. Egy kicsit lecsaltunk, ugyanis időhiányban vagyunk, és emberi időben szeretnénk visszatérni. Mármint egy kempingbe meghúzni magunkat, fürödni egyet. Úgyhogy miközben gyönyörködünk annak a komnak a indulásában, elmondom, hogy a szigetnek, a félszigetnek a másik végét azt most kihagytuk. Elnézést is kérek érte, szerettem volna, de tényleg 7 óra van, és kicsit lutri, hogy időben meg lett volna-e, avagy nem. A helynek a legfontosabb látnivalója a kikötőn kívül a spanyol erőd ott fenn, illetve a mediterrán hangulata, ami, ahogy szokták írni, sok helyen elvarázsolja az ide látogatókat, köztük minket is. A nap az próbálkozik, süt. Mi meg itt vagyunk, és akkor folytatjuk tovább az utunkat, bezárni a kört, a szigetkört, a félszigetkört, és akkor egy kempingbe meghúzzuk magunkat. Meg egy pár fotó, sztárfotó, ezekről a hajókról, aminek inkább az árát fogadnám el, nem mint sem, mint a hajót. Mennyibe kerülhet egy ilyen hajó? 100 milliós nagyságrendű. Igen, az biztos. No, folytatjuk mi ott tovább utunkat. Ennyit tudtam hozni nektek erről a szép helyről, de remélem azért tetszett. Megettünk egy kis diszkó parti van. Egy néni énekel, vagy tártog, ezt nem tudom eldönteni. És akkor megyünk vissza a parti főútra, és akkor megyünk vissza a szárazföld felé. Napsütötte öböl. Ott bal szélre pedig, amit láttok, és süt a nap, az ott a északi földnyelv, oda tartunk. Oda éppen tűz a nap, kis vitorlások pedig itten ringatják magukat. Az tenger felől érkező szél habjaiban, igazából a tenger ringatásában. És ilyen szép olasz tájon tekerünk most is. Nekem ezek a fák nagyon tetszenek amúgy itt Olaszországban. Majd már utána olvasok, hogy mi a nevük. Még Rómában láttam ilyeneket, de akkor nagyon megtetszettek. Közben pedig Pozzarellót hagyjuk el, és egy kis napsütötte visszatekintés is. Lopom itt a napos képeket, meg a napfényt is. Ezért a délelőtt folyamán szépen áztunk. És a holnapi napra sincsenek jó kilátások, de ezt majd később. Megvan a kemping, és akkor Palko elmondja a történetét. Jaj, hát megint úgy jártunk, mint tavaly Boszniába, hogy az első kempingbe bementünk, ott is azt hiszem pont 36 eurót mondtak, és a szomszédos kempingbe, meg szinte a feléből megúsztuk, hát itt ugyanígy jártunk, hogy az első kempingbe 37 vagy 38 eurót mondtak, innen 1 kilométerre, itt pedig fizettünk 18 eurót kettőnkre, egy éjszakára. Egy éjszakára. No, hát ennyi a történet a kempingünknek, úgyhogy itt lesz a szállás, és
itt van a fürdő valahol, itt mutatta. Úgyhogy a fürdésért már megérte, meg igazából itt a környéken hely sincsen vadulni. De a fürdés a legfontosabb, mert hétfő óta nem fürödtem normálisan, meg Palkó se. Én flakonból fürödtem. Jó, úgy én is, de hát az meg nem olyan. Meg itt van áram és lehet tölteni. Igen. Felmondom a napi menüt, 89,8 km, 11 óra az eltelt idő a reggel indulás óta. Azt mondja, hogy 1301 méter szint fel, és 1577 le. Max 48-al gurultam, és pont annyira töltött fel a napelem, a kis powerbankomat, ami lemerült, hogy pont feltöltötte a kis Garminkát. Úgyhogy ennek örülök, cserébe semmi áram nincs már a powerbankba. Azt mondja, 19.55 a pontos idő, és 20.24-kor megy le a napocska. Ennyi volt a mai etap, majd még valami szépet mondok. Ott megy a Kalcsó, elég intenzív a mérkőzés, mindenki rúg mindenfelé, de egy nagy kontratámadást láthatunk, csak a Susnyástól nem, de azt lát, úgy látom megakadályozták. No, remélem, hogy este 9-kor nem lesz itt ordibálás, a sátor áll, kifeszítettük ahogy kell, éjszakára esőt várunk elvileg, az majd még kiderül. Fölöttünk kis árnyas, talán nem ver ránk annyira az eső, vagy a fene tudja. Ezt ajánlották nekünk, hogy ez egy nagyon jó hely. Palkó elment felfedezni a mellékhelyiséget, úgyhogy én addig hazatelefonálok. Na, végképp búcsúzok tőletek, de azért megmutatom, hogy kajálni is szoktunk, és most végre asztalnál ülünk, padnál. Úgyhogy itt mutatom a menüt. Vált a kamera. Kolbász, kenyér, paprikakrém, sajt. Palkó? Nekem is ugyanez, csak paprikakrém nélkül. Na, a legjobb. Úgyhogy, ja, meg még van csinottó. Úgyhogy mi most elmegyünk alukálni, és akkor várlak titeket a következő részben is. Addig is, sziasztok! A tenger amúgy gyönyörű szép kék, nem tudom mennyire látjátok. Gyönyörű szép tiszta, látja az aljára. Hát, jól esett, szó szerint jól esett. És most egy kis salás, dögönyözős.